egy évben, a választásokat megelőző egy évben több munkacsoport állt fel, amelyek egyes szakterületeken belül engedtek teret a kormányzati és a nem kormányzati információbiztonsággal foglalkozó szakemberek és cégek együttműködésére, és ez mind a gyermekvédelem, az energetika, ide fog tartozni az egészségügyi biztonság kérdései, ide fog tartozni egy sor olyan más terület is, amelyek nyilvánvalóan az egész ország működésére kihatnak, de ezeken a munkacsoportokon belül már egy év alatt is egy olyan komoly tapasztalati és szakmai csokor állt össze, amelynek az alapján most már át lehet lépni a kormányzati szférába, illetve a törvényhozási szférába, és meg lehet vizsgálni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket megtéve tovább erősíthetjük ezt a biztonsági elemét a magyar gazdaság, politika és társadalom működésének. Milyen eredményességgel valósultak meg a biztonsági kontrollok a kormányzati struktúrán belül? Azt kell mondjam, hogy noha az ember természetesen mindig elégedetlen, és mindig azt látja, hogy még mi mindent szeretne megtenni, azért a biztonsági incidensek növekvő száma és az ezzel ellen való védekezés hatékonyságának a láttán azt megállapíthatjuk, hogy ebben Magyarország nagyon jól áll. Ezt nehéz azt mondani, mikor van a pohár félig tele, vagy félig üresen, és mindenképpen nagyon sok tennivaló van még előttünk, hiszen akár csak a munkacsoporti munkákat, mint az egyes szakterületeken belül is rengeteg javaslat van még, amit szeretnénk megvalósítani, és valóban egy munkának csak a kezdeti első lépéseinél tartunk. Gyermekvédelemben például a tudatosítás, az oktatás, a tanárok, a szülők képzése, a gyermekek figyelmének a felhívása, szóval rengeteg munka van még. Noha rengeteg projekt áll rendelkezésre, amelyeken keresztül ezek az információk már elérhetők. De bármelyik munkacsoport területéről mondhatnék hasznos példákat, vagy hasonló példákat. Tehát azt gondolom, hogy van egy komoly munka mögöttünk, de van egy nagyon komoly munka előttünk. És erre a nagyon komoly felelősségre, amely a gazdaság minden szereplőjének a működését érintheti, a társadalomnak nincs olyan eleme, amely ne lenne kitéve ennek a fenyegetésnek. Tehát gyakorlatilag egy egész nemzet működését meghatározó kitettség. Tehát ebből a szempontból még nagyon sok munka áll előttünk. Ugyanakkor, ha nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy a kiberbiztonsági együttműködés erősítésére tett javaslataink például a visegrádi négyek körében nagyon nagy elismerésre találtak, nagyon értékelik, és ez a visegrádi együttműködésnek is egy egyre erősödő elemévé kezd válni. Már megvolt az első V4-es kibervédelmi gyakorlat például, amelyet magyar szakemberek terveztek és vezettek, és ebben Magyarország egy vezető szerepet játszott. Ezt nagyon hatékonyan növelte a régióban a kiberbiztonsági tudatosság és együttműködés szintjét. Tehát ez a regionális szinten már pozitívnak bizonyult. Ugyanakkor szövetségesi szinten is hasonlóan pozitív eredményeket könyvelhetünk el, hiszen a NATO kibervédelmi gyakorlataiban is a magyar hozzájárulás az egyik legmeghatározóbb. A magyar szakembereknek a munkáját nagyra értékelik, folyamatosan igényt tartanak rá, és egy nagyon komoly szakmai gyakorlat van már, szakmai együttműködési rendszer van már a gyakorlatban, amelyre alapozva azt gondolom, hogy a további együttműködés még könnyebbé, még fontosabbá fog válni. Tehát azt gondolom, nemzetközi szinten van egy sor pozitív eredmény, amit felmutathatunk, amelyekre Magyarország büszke kell, hogy legyen, hiszen ez nem egy kis kihívás, ez egy olyan új típusú kihívás, amelyre az egész világ most kezd ráfordulni, most kezd átgondolni stratégiai és szakmai szempontból is, hogy milyen eszközökkel tud reagálni. De ez nem kicsinyíti le azt a hatalmas feladatot, ami amúgy kormányzati szinten és kormányzati-nem kormányzati együttműködésben is még előttünk áll.